A strandok éjszakáján a szekszárdi fürdő július 27-én szombaton egész napon át elfoglaltságokat biztosít a kilátogatók számára. A gyerekek belépőjegye 1500 forintba kerül majd, a felnőtteknek 3500 forintot kell fizetniük. Több gyermek programmal várjuk a vendégeinket, 9 órától lesz arcvesztés, Buci Bohóc fog ellátogatni hozzánk, lesz egész napos légvárvilág az Algida által, a felnőtteket pedig Vibe terasszal várjuk, ilyen elektronikus zenékkel, koktélokkal, italokkal, tehát próbáltunk minden korcsoportot kielégíteni. Ez a tavaly évben is nagyon jól sikerült, tavaly évben is nagyon sok vendég látogatott erre, még az idejében is így lesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Strandok éjszakája rendezvény a vendégek körében közkedvelt volt. A strand az idei nyáron reggel 9-től este 8-ig tart nyitva, úszójeggyel 6 órakor lehet érkezni. Az idejében a forgalmunk eddig nagyon jól alakult, itt egyrészt közlátszik ide, hogy nagyon jó az időjárás is, hál' az Istennek. Nagyon sok vidéki vendégünk van, és természetesen nagyon sok a szekszári vendégünk is. Ez remélhetőleg így marad. Az időjárás is, és mind a vendégforgalom is a szezon hátralévő részében is. A szekszári strandon a legkedveltebbnek a csúszda és az ugromedence számít. A sportolni vágyók az úszómedencét használják, megpihenni pedig az ülőmedencékben és a szaunában lehet.